Még mindig EU-rekorder a magyar inflációs adat, ami az MSZP szerint azt mutatja, hogy elbukott a kormány gazdaságpolitikája. A párt úgy véli, hogy a kabinet nem tett érdemi lépéseket azért, hogy leszorítsa a pénzromlás mértékét. Vendégünk Vajda Zoltán. Az MSZP képviselője, jó estét kívánok! Szép estét kívánok! Nálunk. Az MSZP azt kéri a kormánytól, hogy változtasson ezen az elhibázott gazdaságpolitikán, vegye fel ténylegesen a harcot az inflációval. Úgy látja, hogy nem vette fel? Üstökön ragadták, letörték, gyomrost adtak az inflációnak, meg biztos még másokat is mondott arra a kormány, hogy most már csökken az infláció. Meg ne felejtsük el, hogy milyen sok jelzőt is adta ennek az inflációnak, nem, hogy a elhibázott brüsszeli szankciók miatt van, most nem mondom végül mennyi jelzőt. Háborús infláció, sok-sok jelzőt adtak, a valós jelzőt nem adtak, hogy ez valójában miattuk van, és ezt tudom tényszerűen bizonyítani, hogy miattuk van, hiszen nézzük meg, hogy Európa egészen, nem csak az euróországok, Európa egészen már ezekre a jelzőket mondott, elkapta az inflációt, mindenhol Európa egészében átlagosan a mi inflációnak a negyede vagy harmad, ami van, de itt a régióban is ennek az inflációnak a fele van. Tehát, hogyha bármilyen igazság alapja lenne annak, amit ők mondanak, hogy nem miattuk van az infláció, akkor hogy lehet az, hogy azok a régióbeli országok, hogy itt vannak, és ugyanúgy mondjuk Ukrajnával határosak, már mondjuk fel ennyi az infláció, de folytatnám. Ukrajnában 10% alatt van az infláció. Igen, mondjuk az egy picit nem teljesen korrekt összehasonlítás, mert ott nem teljesen piaci alapon van, de ez most nem menni bele a szakmája, ennek a szakmai részébe, de az is szerintem abszolútás. Én ma, hát sajnos munkakori kötelességem időnként hallgatni Gulyás Gergelyt is, és a kormányinfót, bár lenne ennél értelmesebb dolgom is. Ő azt mondta, hogy milyen szuper, mert amit a kormány ígért, vagy a vállalása, ami volt, ez volt a kifejezés, hogy az infláció egy számig lesz év végére, ez teljesülni fog. Hát persze, hogy teljesülni fog. Az én számból ennek az ellenkezőjét soha nem haladt. Én mindig is, tavaly is, amikor Orbán Viktor kiadta az utasítást, hogy egyszerűen az infláció, mondtam, hogy evidencia, hogy teljesülni fog az év végére. Na de miért egy számjegyű infláció a cél? Az ideális infláció, az 2-3, legyünk megengedőek, mondjuk 4%-os infláció. De most meg lehetne, hogy tartok... reális cél lenne a 16-4-ről év végére 2-3%-ra vinni? Nem, természetesen nem. De miért hagytuk, hogy 16-4 legyen, vagy miért hagytuk azt, hogy 25%-os inflációnk is volt, ugye, amikor a csúcsán volt, soha nem látott mértékű inflációnk volt. Mondom, a régióbeli más országok, Európa többi országát nem is említve, el tudták ezt kerülni, hogy ilyen drámai magas infláció legyen, és nagyon gyorsan visszakerültek az ideális néhány százalékos inflációba. Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy persze örülök annak, hogyha kisebb az inflációnak a mértéke, mert mindnyájunknak fáj, amikor a tejföl már simán 1000 forint tud lenni a boltba, na de ha egy személyi az infláció, az mindig azt jelenti, hogy 10% vagy közel 10%-a drágul. Az ideális az néhány százalékos lenne, és én attól tartok, hogy jövő év egészében sem fog ez teljesülni sajnos. Ha jól látom, már az ambíció sincsen meg erre, mert ők is már 5-6%-os inflációt tűznek ki jövő év egészére, ami még mindig egy magas infláció. Azt mondja, hogy a kormány most már végre valóban fékezze az inflációt, és minél előbb állítsa a magyar gazdaságot ténylegesen növekedési pályára. Ezt a kettőt így együtt. Igen. Hogy csinálná az MSZP? Ez egy nehéz műfaj, valóban. Ugye, ha nem akarom nagyon szakmázni, én tanár vagyok, én közgazdaságtan tanítok, és bizony a diákjainknak a első évben tanítjuk, hogy mi az a legnehezebb gazdasági környezet, ami ki tud alakulni egy országban. Így van, pontosan, mi ezt stagflációnak hívjuk, tehát ez a közösségi kifejezés, amikor stagnálás van Magyarországon, sajnos negyedéve recesszió van, nem csak stagnál a gazdaság, hanem zsugorodik a gazdaság, és a stagflációnak a másik része pedig a magas infláció. A kettő együtt így bizony egy nagyon nehéz műfaj, és ebbe manőverezte bele szeretett hazánkat ez a kormány sajnos. Ebből egyébként kikerülni valóban nagyon nehéz, nem kell belekerülni, de egyébként az alapja mindennek az a bizalom. A piac a bizalomból él, a bizalomból létezik. De most úgy látja, hogy nincs bizalom? Hát nincsen bizalom. Hát a Moody's bízik. Igen, mert nem minősített le minket valóban, bár szerintem ott is egy picit, mintha nem minden részletet néztek volna meg, és picit attól is tartok, hogy ez a Moody's-nak a picit pozitív kilátás, amit tett, ez akár elbizakodottá teheti a kormányt, és mintha látnám is ennek jeleit, mert kapásból mondjuk nagyjából 1500 milliárd repülőteret akarnak venni. Csak az elmúlt néhány hónapban legalább 3 olyan tételt látok, ami biztos, hogy bizalom, a piaci bizalom ellenhat, amikor a piaci befektetők, a piaci szereplők azt látják, hogy értelmetlen, vagy legalábbis nem ideális dolgokra költik az adófizetőnek a pénzét. Az egyiket említettem, mondjuk 1500 milliárdot költeni egy repülőtérre, a másikért már nagyon sokszor beszéltük arról, akár ebben a stúdióban is, hogy a Vodafone mobiltelefonnak nem is pontosan tudjuk, hogy melyik részeinek a megvásárlása, mondjuk, hogy 700 milliárdot költeni, és ne felejtsük el, hogy nyáron volt az a hír, ez pont az én választókerületemet is érinti, hogy a Bosnyák téren egy félkész projektet, a Tiborci
István Weinek egy üzletársának egy félkész projektjét, ami csődbe került volna, megvettek le az a 250 milliárdot. Ez ha a három tétel erre, együtt, akkor már egy... mondjuk erre a három tételre, nem veszi meg a Repteret, nem vette volna meg a Vodafont, és a többi, ez fékezte volna az inflációt, és ténylegesen növekedési pályára állította igen, volna. Ez a három tétel együtt, csak adjuk össze, hogyha megegyed, ez nagyjából 2500 milliárd forint. Igen, ugye, ez egyik, a hiány csökkentette volna. Igen, ez 2500 milliárd, ez azt jelenti, hogy minden magyar ember az újszülöttől az agastyánig 4 millió forintot költött, olyan, aminek nincsen értelme. Mindenki vizsgálja meg, hogy a családja akkor fejenként 4 millió forintot értelmesebb dologra tudott-e volna költeni. És csak tényleg nem akarok a bosnyátéri projektbe belemenni, csak éppen a fejembe került az, hogy ez nagyjából 250 milliárd forintért vettek meg egy bosnyátéri félkész projektet. Dubájban a Burj Khalifa, ami egy közel 1 kilométer magas, a világ legmagasabb épülete, annak a bekerülési költsége $1,5 milliárd volt, tehát nagyjából a bosnyátéri projektnek egy kicsit több, mint egy kétszerese. Szerintem érdemes megvizsgálni, hogy vajon reálisnak gondoljuk-e azt, hogy a világ legmagasabb épületét kétszer annyira építették meg, mint a bosnyátéri projektet. Ránézés látszik, hogy ez milyen túlárazott, súlyos korrupciós tételek lehetnek ott. Mindezekre azt akarom csak mondani, még egy mondatot megenged, hogy ezek persze önmagában is elveszik a magyar embernek a pénzét, mert 4 millió forint kapásból itt az asztalnál, itt most simán este találtunk, de a piaci szereplők felé ez egy rossz üzenet, hogy ilyennekre költik az adófizetők pénzét, és a hiány, ha ezt gondolja, például kapásból akkor ezzel alacsonyabb lehetne, nem növekjen az államadósága, a hiány így alakulna, és jobban tudnánk finanszírozni hazánkat. Vajda Zoltánnak köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, hogy elmondhattam.